Belső combnál lehetséges, itt a hónajnál, itt az áll nyak részénél, illetve a szem, orr, fül környéke. A kullancsok által legkedveltebb helyeket mutatja kutyáján Farkas Csilla kutyatréner. Ezeken a területeken érdemes minden sétálás után ellenőrizni kedvencünket. Az enyhe tél kedvezően hatott a vérszívók szaporodására, így idén háromszor több kullancs várható. A megelőzés ilyenkor a legfontosabb. Fontos, hogy minden évszakban védjük kedvencünket. Különféle kullancs távoltartó készítmények vannak forgalomban, spoton cseppek, nyakörvek spray formájában. Érdemes az állatorvosnál érdeklődni, hogy számunkra melyek a megfelelő készítmények, hiszen ez környezetenként és egyedenként is változó lehet. Ha mégis kullancsot találunk házi állatunkban, azt minél hamarabb el kell távolítani. Erre a csipesz a legmegfelelőbb eszköz. Igazából ezt itt meg kell nyomni, elkapni vele a kullancsnak a tövét, és megfordítani. A kullancsok egy részének váladéka fertőző, ez pedig nagy veszélyt jelenthet állatainkra nézve. Sajnos nagyon veszélyes betegségeket terjeszthetnek a kullancsok. Az egyik leggyakoribb fertőző betegség a babézia. Az állat a kutya néhány napon belül elpusztulhat, hogyha nem kerül állatorvoshoz időben. Ezt a betegséget kezdetben a bágyadtság, az étvágytalanság és a láz jelzi. Később már kávébarna színű vizelet, sárgaság, hányás és bőzös lehellet is jelentkezhet. A lappangási idő 1-től 20 napig tarthat, de a tüneteket általában már egy héten belül produkálja az állat. Fontos, hogy a kort még időben felismerjük. A kezdeti stádiumban nagyon jól gyógyítható. Van speciális gyógyszere, amivel elpusztítjuk ezt a babéziát. Elpusztítjuk, meg különböző kezeléseket adunk még az állatnak. Elég jól gyógyítható kezdeti stádiumban. Sajnos lehetnek ennek is mellékhatásai, ugyanis hogy a lebontott vörösvértesekből a hemoglobin átkerül a vesén, és vesekárosodást és májkárosodást is okozhat. Tehát van már olyan fázis, amikor már ezzel is küzdenünk kell, sőt, akár véráttömlesztést is kell csinálni, mert ugye olyan szinten anémiás, tehát vérfogyott a kutya. A babézia mellett a Lyme-kór is veszélyes a kutyákra, a betegségek ellen azonban védekezni lehet évente megismételt oltással is. Ügyes, ez nagyon jó.